Nem lesz megszorítás, az a baloldali kormányok szokása, mondta Orbán Viktor a választási kampányban, majd a választási kampányt követően is. Németh Szilárd alig egy hónapja mondta azt, hogy fenntartjuk a háztartási rezsicsökkentést. Aztán jött a fekete leves, és kiderült, hogy ezek a mondatok bizony hazugságok voltak. Akkor hangzottak el mind a miniszterelnöktől, mind a rezsicsökkentésért felelős kormánybiztostól ezek a mondatok, amikor volt háború, volt infláció, volt energiaválság és voltak szankciók. Önök tisztában voltak azzal, hogy mi a helyzet, mégis az önök politikusai ezeket a kijelentéseket tették. Majd bejelentették a rezsi megszorításokat, ráadásul igazságtalanul, szakmaiatlanul és kegyetlen módon. Azt, hogy az átlag fogyasztást tekintik alapnak egy olyan országban, ahol a háztartásoknak a 35%-a egy személyes háztartás, és nem gondolnak arra, hogy adott esetben egy családi házban élő, mondjuk 5-fős vagy 6-fős háztartást hogyan fogja érinteni ez a bejelentés, az egész egyszerűen szégyen. Önök azokat büntetik, akik családi házban élnek, nagy vagy több generációs családban élnek, vagy kizárólag árammal fűtenek. Teszik ezt egy olyan környezetben és olyan magyar gazdaság mellett, tisztelt politikai igazgató úr, amikor az Audi, a Mercedes és a multinacionális kereskedelmi láncok évente nagyságrendileg ugyanannyi pénzt visznek ki Magyarországról, mint amennyit önök a költségvetésben a rezsivédelmi alapba beterveztek egész évre. Ön szerint ez rendben van így? Miért nem nyúlnak hozzá ezekhez a multicégekhez? Nekik miért nem kell nagyobb terhet vállalni a közterhekből? Várom érdemi válaszát. Köszönöm szépen, alelnök asszony. A válasz Orbán Balázs politikai igazgató úr fogja megadni. Parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselő asszony. Amint látja, ugye sajnos a tőlünk keletre nem csillapodik, hanem egyre inkább durvul a háború, és az orosz-ukrán háború, illetőleg a brüsszeli elhibázott szankciós politika, amiből úgy tűnik, hogy egyelőre még nem született meg a döntés, hogy esetleg visszafordulnának Európa vezetői. E kettő hatására következik be az az energia veszélyhelyzet egész Európában, amit emberemlékezet óta nem láttunk. Ez olyan helyzet, ami valamennyi tagállamot és annak valamennyi parlamentjét soha nem látott méretű kihívások elé állította. Egyébként miniszterelnök jelölt úr, hogyha figyelte a beiktatási beszédet, akkor pont ezekre a helyzetekre és a helyzet súlyosságára hívta fel a figyelmet. És azt mondta, hogy most azért is küzdenünk kell, amit eddig természetesnek gondoltunk. Véget ért az olcsó energia, véget ért a könnyű kamat lehetőségek, vagy pénzkereseti lehetőségeknek az időszaka egész Európában, és fel kell készülnünk arra, hogy meg kell védenünk az elmúlt 12 évben elért eredményeinket. Ezért a kormány vállalása is erre vonatkozott. Ugye 4 vállalást tettünk, teljes foglalkoztatás megvédése, családtámogatások megvédése, ástoppok és rezsicsökkentés politikájának megvédése, valamint a igen, tehát hogy ebből az ástoppok és a rezsicsökkentés politikájának a megvédése, egyébként a nyugdíjak volt a negyedik pont. Ebből az ástoppok és rezsicsökkentés politikájának a megvédése, az továbbra is a kormányzat legfontosabb prioritása. Kitartunk, és mindenkinek fennmarad az átlagfogyasztás mértékeig továbbra is a rezsicsökkentés. Ez áramellátás esetén 5,6 millió fogyasztóból 4,2 milliót jelent, gázellátás esetén 3,5 millió fogyasztóból 2,6-ot. Az, amit ön állít, annak pedig nem jelentek meg jelen pillanatban a jogszabályi alapjai. Azt tudjuk mondani, hogy külön gondolni fogunk a csakáramot fogyasztókra is, a nagycsaládosokra is, és a kistelepüléseken élőkre is. Kérem, figyelje az ezzel kapcsolatban megjelenő részletszabályokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egy perces viszontválaszra alelnök asszonyat illeti a szó, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr.
elnök úr, tisztelt politikai igazgató úr, ön ráerősített arra, amit én számon kértem önökön. Tehát önök tudatában voltak annak, hogy mi a helyzet keleten, és mi a helyzet az energiapiacon, mégis azt mondták, hogy fenntartják a háztartási rezsicsökkentést. Hát Németh Szilárd hazudott. Legyen már ennek valami következménye. Az, hogy a rezsi, lesznek olyan nyugdíjasok, igen, akiknek a rezsiköltségük meg fogja haladni azt a nyugdíjat, amit ők kapnak, miközben önök ölbetett kézzel nézik, hogy az Audi, a Mercedes és a kereskedelmi láncok évente 550 milliárd forintot kivisznek Magyarországról. Miért az emberekkel fizettetik meg a háborúnak az árát? Miért nem vonják be a közteherviselésbe ezeket a multicégeket? Ez lenne egy nemzeti politika, ez lenne az emberek, a családok és a nyugdíjasok megvédése, nem pedig az, amit önök csinálnak. Köszönöm szépen. Egy perces viszontválaszra a politikai igazgatórat illeti a szó. Parancsoljon. Az a probléma, képviselő asszony, azzal, amit mond, természetesen minden ilyen helyzet senki számára nem kényelmes, és mi örülnénk a legjobban, hogyha a háborúnak vége lenne, háborús infláció nem lenne, és a helyzet ugyanúgy tudna maradni, ahogy az elmúlt 12 évben volt. De azért nem korrekt az ön felszólalása, mert nem teszi oda, ami a másik serpenyőbe való, hogy ezek szerint akkor ön radikális további adóemeléseket támogat, máshová tenni a plusz terheket, és önt ezek szerint mondjuk a teljes foglalkoztatás, mint kormányzati célból való visszalépés, az nem zavarja. Tehát ön azt állítja, hogy csináljunk olyan kormányzati lépéseket, amelyek tekintetében bizonyos átlagfogyasztás feletti fogyasztóknál is meg tudjuk tartani az alacsony árat, hogy egy baloldali demagóg fordulatot használjak, ugye a medencét fűtők számára is elérhetővé tenni az alacsony rezsit, miközben egyébként vállalná annak ódiumát, hogy Magyarországon nem 5%-os gazdasági növekedés, hanem brutális recesszió van, és a munkahelyek megszűnnek. Ez szerintünk egy olyan politika, amit nem lehet vállalni, ezért indulunk ebbe az irányba. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.